A hitélet mai témái. Korszerű játszóteret kapott a Palágykomoróczi óvoda. A katolikus Karitász újabb adománnyal segítette a kárpátaljai magyar családokat. Ezekkel a tudósításokkal várjuk Önöket a Római Katolikus Egyház mai műsorában. A Magyarország által indított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében új játszóteret adtak át az ungvári járási Palágykomorócon. Már óvodás korban meghatározó a gyermekek hitben való nevelése, ezért az óvoda vezetői a játszótér megáldását is fontosnak tartották, melyre Pogány István ungvári plébánost kérték fel. Hallgassátok meg, testvérem, a következő részlet a Szent Máté evangéliumából. Amikor Jézus leült, tanítványai köré gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát, így tanította őket. Ti vagytok a föld sója. A só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják és az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni, és ha világot gyújtanának, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tettéiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi. Úr Jézus, örömünk és erősségünk mindenkit magához hív. Közösen válaszoljuk majd mindegyik könyörgésre. Vonj magadhoz minket, Urunk! Vonj magadhoz minket, Urunk! Te élete vagy mindazoknak, akiket megváltottál véreddel. Vonj magadhoz mindenkit, Urunk! Te a gyengék ereje és az erősek jutalma vagy. Vonj magadhoz minket, Urunk! Te jót cselekedve körüljártál és meggyógyítottál mindenkit. Vonj magadhoz minket, Urunk! Te elküldöd lelkedet az erőt adó vigasztaló. Vonj magadhoz minket, Urunk! Te az irántad és testvéreink iránti szeretetbe helyezted az igazi öröm forrását. Vonj magadhoz minket, Urunk! Te meghallgatod imánkat, hogy örömünk teljes legyen. Vonj magadhoz minket, Urunk! Te azt akarod, hogy benned egy szív és egy lélek legyünk. Vonj magadhoz minket, Urunk! Imádkozzunk el azt az imádságot, amit az Úr Jézus tanított minket. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörögjünk, Urunk, szüntelenül magasztalunk téged, aki mindent csodálatosan elrendezel, az ember munkáját és tevékenységét is bölcsen irányítod, és megengedett, hogy a test és a lélek felüdüljön, a pihenés nyugalmában és a tisztességes szórakozásban. Kegyelmedet kérjük tehát, Urunk, hogy ez a játszótér a szabadidőt és a szellem felüdülését szolgálja, a test és a lélek egészségének megerősítésére. Akik itt összejönnek, gazdagodjanak a testvéri kapcsolatok ápolásában, és örömmel dicsérjenek téged, és én megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja kiemelte. A játszótér megépítése a magyar kormány támogatásával, egyházi összefogással, illetve a helyi tanács közreműködésével valósult meg, amiből látszik, hogy együtt erősebbek vagyunk. Összefogás nélkül ez nem lehet, és a történelmi egyházak bevonásával valósul ez meg. Ennek is itt most a mai napon jó példáját ugye láttuk. Szerintem ez csak úgy tud működni, ha minden honfitársunk összefog, adott esetben felekezetre való tekintet nélkül, és az összefogás eredményeként ilyen fantasztikus eredménnyel tudunk produkálni, átadni óvodát, iskolát, legyen az felsőoktatási intézmény, vagy bármilyen egyházi intézmény,
amiben ezt követően az odajáró diákok örömmel járnak, és egy olyan színvonalon tudják folytatni a tanulmányokat, lehet ez óvodától felsőoktatásig, ami valóban méltó Európához és ahhoz az országhoz, amelyik Európa irányába megy. A játszóteret 3 millió forintos költségvetésből építették meg, a Szent Márton Egyházmegyei Karitász közreműködésével, akik az előzetes felmérésekben és az óvodákkal való kapcsolattartásban segítettek. Hát annak idején, amikor indult az óvodafejlesztési program, akkor az volt, hogy arra kértek bennünket, hogy készítsünk egy igénylistát az óvodákról, amelyek a látókörünkbe tartoznak, és még akkor nem is tudtuk pontosan, hogy miről fog szólni ez az óvodafejlesztési projekt, és hát nekünk van, abban az időben 10 óvodánk volt, amelyet az egyház hozott létre, és ezek között voltak olyan óvodák, amelyek az egyház alapította, de és rajtunk keresztül is történik a fenntartásuk. Vannak olyan óvodák, amelyek az egyház alapított, de az önkormányzatnak lettek átadva, és de ezen kívül vannak olyan óvodák is, amelyekre rálátunk, úgymond, amelyekről tudunk, hogy ha önkormányzati fenntartásúak is, de egyszerűen a látókörünkbe tartoznak. A gyerekek örömmel vették birtokba a játszótér csúszdáit, mászókáit és hintáit, melyek fontos szerepet töltenek be az óvodások fizikai fejlődésében. Ez a játszótér nagyban elősegíti a gyerekek fizikai, szellemi fejlődését, tehát tudjuk, hogy a játék, a mozgás elengedhetetlen a gyerekek fejlődésében, úgyhogy ez mind elősegíti. Tehát itt van hinta, csúszda, koncentrálni tudnak a magasságba, tehát mindenféle eszközök vannak, amit kihasználnak, és ez nagy segítség. A fejlődésükben nagy segítséget nyújt. A gyermekek vidám műsorral és saját kezűleg készített virágokkal köszöntötték az átadó ünnepség vendégeit. A Katolikus Karitász újabb adománnyal segítette a kárpátaljai magyar családokat. A szervezet tavaly két alkalommal összesen mintegy 100 biciklit adományozott a Gyertyán-ligeti és Viski iskolásoknak, míg ez alkalommal 50 darab kerékpárt. Németországi partner szervezetünk felajánlásából tudtak ezek az adományok ide eljutni. A Katolikus Karitász még Magyarországon ezeket összerakta és menetkészre készítette, és így hoztuk el. Kárpátaljára gyűjtünk a jövőben is kerékpárokat, mert tudjuk, hogy itt nagy szükség van rá, főleg olyan településeken, amelyek messze vannak, gyermekeknek iskolába járáshoz, vagy egyéb kerékpártúrákra, úgy gondoljuk, hogy hasznos lehet. A bicikliket a Katolikus Karitász németországi jószolgálati nagykövete Klaus Höhn gyűjtötte, aki elmondta, hogy a németországi keresztények örömmel segítenek így módon is a nehéz körülmények között élő gyermekeken. Ez már a második ilyen akció, hiszen tavaly ősszel már sikerült kerékpárokat adományoznunk a kárpátaljaiaknak. Németországi szervezetünk, amely a Szent Erzsébet nevet viseli, nem csak ide, de magyarországi falvak számára is indít gyűjtéseket. Az adománygyűjtés során minden korosztály a segítségünkre van, hiszen a felajánlások is egyik alkalommal gyermekekhez, fiatalokhoz, másszor felnőttekhez kerülnek. Terveink között szerepel, hogy idén ősszel újrahozunk bicikliket a rászoruló gyermekeknek. Az adományok célba juttatását a Rákóczi Szövetség segítette. A Rákóczi Szövetség a tavaly is részt vett MNMS küldetésben, tavaly ősszel, és idén szeretné tovább folytatni ezt a küldetést.
és ennek függvényeiben az elnök úr Csáki Csongor felkért arra, mivel Kárpátalján tevékenykedem, tehát a Rákóczi Szövetségnek egyik kárpátaljai munkatársa vagyok, hogy segítsem ennek az 50 biciklinek az átjutását a határon. Három nagyobb település fogja kapni a kerékpárokat, tehát Rahó, Nagybocskó, illetve Kőrösmező. Nagyon sok szülő nem teheti meg azt, hogy tehát úgynevezett ilyen kerékpárt, ilyen luxus cikket vásárol a gyermekének, ugye az ukrajnai bérekhez viszonyítva, tehát elég borsos lenne. A biciklikkel kárpátaljai kirándulásra induló iskolások és kísérő tanárai kerekeztek át a határon. Tegnap este kaptam egy telefonhívást a Rákóczi Szövetség helyi vezetőjétől, hogy tudnánk-e segíteni áthozni a bicikliket a határon. Szívesen vettem ezt a felkérést, hiszen ez a rászoruló gyerekek részére megy, és úgy gondolom, hogy ez nem ezt célt szolgál. A jelenlegi szállítmány a Szórványvidékre, a rahói és a nagybocskói magyar iskolásokhoz került, de a katolikus Caritas és németországi társszervezete tervei között szerepel újabb bicikli adomány ajándékozása a rászoruló gyermekek számára. A következő percekben Majnek Jenő Antal püspök a római katolikus vallás történetéről beszél. Ezután Palojtai Márta mutatja be a Család és Élet Egyesületet. Tartsanak velünk! Mi egyházunk történelméről kell röviden beszélni, akkor először is elővesszük a Bibliát, és a Biblia első lapjain olvasunk az ember teremtéséről. Milyen céllal teremtette az Úristen az embert? Azt olvassuk, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtette, és a szaporodás parancsával teremtette a családot. A család tehát kell, hogy legyen a láthatatlan Isten földi képmása. A család kell, hogy szép tanúságot tegyen arról, milyen életre, milyen szép, boldog egységre tervezte az Úristen a világot. Sajnos látjuk, Éva és Ádám bűnbeesése után elromlott a világ, és Noé történetében olvassuk azt, hogy az Úristen szinte megbánta, hogy ember teremtett a világra, mert annyira gonoszszá vált az emberiség. Viszont megjelenik egy megmentő Noéval, egy új világ születik, és elkezdődik egy új történet. Aztán egy nagyon fontos esemény, amikor Ábrahámot választja ki az Úr, és ő vele kezdi el egy új népnek az életét. Ábrahám nagy hite, az ő nagy bizakodása, az Úristenbe vetett bizalma, az valóban Izsákkal, aztán Jákobbal, az ősatyákkal elkezdődik a zsidók kiválasztása. Tudjuk, hogy az egyiptomi több száz éves rabság után az Úristen egy szabadítót választ a zsidók közül, Mózest. És Mózes által kiszabadítja a népet a rabszolgaság házából, és vezeti őket az ígéret földjére. Ez alatt a 40 év alatt sokat tanulnak az Úristentől, ő pedig türelmesen megtanítja őket a helyes élet szabályaira, a 10 parancsolat szellemében. Viszont egy olyan különös ígéretet is tesz nekik, az áldások hegyén elmondja, hogy milyen sok minden széppel, jóval fogja megáldani a népet, ha tartják a parancsolatokat. Az átok hegyén viszont hallhatják azt is, hogy milyen szörnyűségek, szenvedések jönnek rájuk, ha megtagadják az Úristent, az ő parancsolatai szerint nem élnek. Eljutnak Józsué által az ígéret földjére, és ott elkezdődik a kiválasztott nép története. A bírák korán keresztül mutatja, hogy mennyire a segítségükre jön, ha bajba jutnak, a külső ellenségtől megóvja őket a bírák vezetésével, az ők szabadító hadjárataival. Később aztán királyt akar a nép, és ezek közül a legszebb Dávid,
aki megmutatja az Úristen irgalmas jóságát. Bebizonyítja azt, hogy amikor a nép és főleg az ország vezetői az Istenre figyelnek, nem csak a parancsolataira, de még a szívével is összhangba kerülnek, akkor nem csak a király lesz nagyon népszerű és kedves a nép szemében, de az Úristennek is kedves gyermeke lesz. Utána a királyok történetében hallunk néha jókról is, de többször rosszakról. És ilyenkor bizony a nép büntetése, a város pusztulása, messzi keletre való hurcolása a népnek kellett, hogy megtisztítsa újból és újból, és megint egy szép új kezdet kezdődik. A prófétákon keresztül nagy ígéretet kap a választott nép, hogy el fog jönni az Isten fia, eljön az igazi király, a messiás király. És valóban az idők teljességében, Názáretben megfogan az Isten fia, Szűz Mária méhében, aki aztán 9 hónap múlva megszületik Betlehemben. Felnövekedve ez a gyermek 30 éves korában föllép a Jordán folyó béli megkeresztelkedése után, és meghirdeti az Isten országát itt a földön. Kiválaszt 12 apostolt, és 3 éven keresztül velük együtt él, elsősorban őket tanítja, de tanítja a népet is. Ő az ő szép örömhírét először 8 boldogságmondásban foglalja össze, aztán a hegyi beszédben meghirdeti, hogy milyen az Úristen vágya az ő népéről. Sőt, elárulja azt is, hogy az egész világra kiterjeszti Dávid fiának az országát, hatalmát, Jézus hívőkön keresztül. És bizony, amikor a csodákkal, a sok jótettével bebizonyítja azt, hogy az Úristen mennyire szeret mindenkit, különösen a bűnösöket, a betegeket, a nyomorultakat, az utolsókat mennyire szereti, azt bizonyítja az ő életének utolsó szakaszával, amikor nagy csütörtökön megalapítja az egyházat. A 12 apostolon keresztül szövetséget köt a választott néppel, illetve mindazokkal, akik szavukra hinni fognak. Jézus bemutatta nagypénteken a Golgotán az Istennek tetsző legszebb áldozatot, az a pászka áldozat, bárány áldozat mutatja, hogy az Úristen így akar, így tud győzni minden gonoszság fölött. A sátán és az ő országa veszít nagypénteken a kereszten, és Jézus győzött. Amit aztán harmadnapra, a föltámadás napján, húsvét vasárnapján bizonyít először övéinek, aztán még több száz embernek, és az elmúlt 2000 évben mindenkinek, akik az ő szavukra hittek. Nagyon szépen foglalja össze Benedek pápa, ami hitünk, azt mondja, az apostolok látásán, tapasztalatán alapul. Igen, így következtek azok az évszázadok, amikor olyan gyönyörűen, bár üldözések közepette, de bizonyítják a hívők az egész akkori római birodalomban, hogy az Úr Jézus az egyház feje, hogy ő él, hogy ő itt van köztünk. Aztán a sok száz éves szenvedés után az ő imáikra bekövetkezik egy új korszak, 313. június 13-án a császár kihirdeti a vallás szabadságát, a keresztények ezután már szabadon élhetnek. De ez már az egyháztörténelemnek egy következő, nagyon érdekes, nagyon izgalmas szakasza. Majdnekantól püspök atya már régóta szerette volna, hogy valamilyen fajta életvédő tevékenység folyjon az egyházmegyében, és 10 évvel ezelőtt, éppen 10 éve volt, amikor egy franciaországi konferencia kapcsán végül is elindult nálunk is ez az életvédő munka. Azzal a célkitűzéssel
legelső körben, hogy az abortuszoknak a számát, ami itt rettenetesen magas, a nők kb. 90%-a esett át Kárpátalján abortuszon, ezt valamilyen módon csökkenteni lehessen. Azt láttuk, hogy a legnagyobb oka ennek részint az információhiány, részint pedig a kényszerítő körülmények, családon belüli kényszer nagyon sokszor. Elkezdtünk plakátkampányokat, elkezdtünk felvilágosító kampányokat, használjuk a médiának mindenféle felületeit, és ennek valóban, hála Istennek, szép eredménye volt, hogy kevesebb, mint felére csökkent az abortuszok száma abban az időszakban, amikor ezt csináltuk. Aztán van egy olyan vetülete a munkánknak, hogy aki már krízisben van, tehát gyermeket vár, aki nem vár gyermek, annak minden lehetséges segítséget megadjunk. Értem ez alatt akár az anyagi segítséget, akár a pszichoszociális támogatást. A harmadik pedig, hogy nem szabad elfeledkeznünk azokról a nőkről, akik sajnos már átestek egy ilyen történeten, és rettenetesen szenvednek. Kevesen tudják, hogy milyen sokan szenvednek emiatt, mert magukban marad ez a szenvedés. És nekik is szeretnénk megmutatni azt, hogy van ebből kiút, lehet ezen túllépni, van megbocsátás, és lehet tovább szépen élni az életet. De ez általában segítségre van szükség. Azon kívül, hogy szeretnénk szélesíteni a már meglévő dolgokat, tehát minél több iskolába eljutni, minél több kórházban, már most is vannak segítőink, akik például a szoptatásban segítenek. Most van egy különösen nagy tervünk, egy anya és családvédő központot szeretnénk létrehozni itt Munkácson, amire Püspök atya már rendelkezésünkre bocsátott egy épületet. Ennek az előkészítő munkálatai és a jogi ügyek vannak most folyamatban. Nagyon szeretnénk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, mert látjuk, hogy nagy szükség van.